Oroszország nem utasítaná el a béketárgyalásokat Ukrajnával, ám a másik fél egyelőre nem hajlandó egyeztetni. Erről Vlagyimir Putyin beszélt ma a Szocsiban. Az orosz elnök ugyanakkor teljes képtelenségnek nevezte, hogy Moszkva katonai megállapodást kötött volna Fennyennel. Kim Jong-un oroszországi látogatása miatt azonban Dél-Korea és az Egyesült Államok is aggódik. Az orosz távol-kelet egyik hadipari központjában látták vendégül pénteken Kim Jong-un észak-koreai vezetőt. Az Amur folyó partján fekvő Komszomolszki repülőgépgyárban szerelik össze a Szuhoj harci gépeket, például a Su-57-es szuperszonikus vadászbombázót, amelyet a fennyáni vezetők közvetlen közelről a pilóta fülkéből vehetett szemügyre. Kim Jong-un többnapos oroszországi látogatásával kapcsolatban Washington és Szöul is aggodalmának adott hangot. Hírszerzési információk szerint ugyanis lőszerekért és páncéltörő rakétákért cserébe Oroszország fejlett technológiát adhat át a kommunista diktatúrának. Ezt Moszkvában és Fennyánban is tagadják. Szöulban pénteken magasrangú amerikai és dél-koreai kormányzati tisztségviselők egyeztettek a lehetséges ellenlépésekről. Az Oroszország és Észak-Korea közötti katonai együttműködés durván megsérti az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait. Egyetértettünk abban, hogy Oroszország, mint az atomsorompó egyezmény aláírója és a BT állandó tagja, felelősséggel tartozik ez ügyben, mondta a szöuli külügyminiszter helyettes. Nem írtunk alá kétoldalú egyezményeket, sem katonai, sem más témában, és nem is tervezünk ilyet, hangsúlyozta pénteken a Kreml szóvivője. Vlagyimir Putyin orosz elnök teljes képtelenségnek nevezte a fegyver megállapodásról szóló feltételezést. Az államfő Szocsiban tárgyalt Alekszandr Lukasenka belarusz elnökkel, aki közölte, hogy csatlakozni szeretne Fennyán és Moszkva együttműködéséhez. Az orosz elnök az Ukrajna elleni háború esetleges diplomáciai megoldásáról is beszélt. Mi soha nem utasítottuk el a tárgyalásokat, és ha a másik fél ezt akarja, csak ki kell mondani a nyíltan. De még nem hallottunk ilyesmit tőlük, fogalmazott az orosz elnök, aki azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy erővel akarja megoldani a konfliktust, és az ukránokat is erre ösztönzi. Kijev szerint a tárgyalások előfeltétele az, hogy Oroszország vonja ki csapatait Ukrajna területéről. Ez a 10 pontos ukrán béketerv egyik legfontosabb eleme. Az Egyesült Államok a háború kezdete óta több milliárd dollár értékben nyújtott katonai és humanitárius támogatást a háborúban álló országnak. Legutóbb szeptember elején Kijevben jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter az újabb 1 milliárd dolláros segélycsomagot. Sajtóinformációk szerint a jövő héten az ENSZ közgyűlésén résztvevő Volodymyr Zelenszky ukrán államfő Joe Biden amerikai elnökkel is találkozik Washingtonban. A látogatás részleteit egyelőre bizalmasan kezelik.